megérkeztünk Szegeden az első helyszínünkre, így péntek esti órákban, ugye a kis balesetünk után, ami nem más, mint a Hét Kávézó, és Szirmai Istvánnal fogok beszélgetni. Mögöttem itt van a teljes egri küldöttség, és akkor szervusz István! Hello! Menjünk beszélgetni egy picit, gyertek. Hogy legyen egy autentikus háttér. Beszélgessünk egy picit a sztoriról, hogy mikor nyitottatok, hogy jött az ötlet, hogy ti csináltok itt Szegeden egy specialty kávézót. Hát az... Nem úgy indult, hogy specialty kávézót, ha nagyon visszamegyek a gyökerekhez, akkor úgy indult, hogy szerettem volna valamit nyitni, ami vendéglátás. Aha. Egész konkrétan létezik a fejem, létezett a fejemben egy kép, de ez teljesen konkrét, hogy én kint akarok ülni a teraszon, újságot olvasok, nem tudtam, mi van mögöttem, csak hogy valaminek a teraszán ülök. Jönnek a vendégek, tudják, hogy én vagyok a tulajdonos, leülnek velem beszélgetni, és akkor tök jól érezzük magunkat, és mindenki boldog. Tehát én örülök, hogy ők ott vannak. Ők meg, hogy ott lehetnek, és ez még nem volt összekötve akkor kávézóval. Csak ez a kép volt meg, hogy egy ilyet szeretnék. És aztán a kávézó onnan jött, hogy én magam, nem tudom, 16-8 éves korom volt a kávézom. Uh-huh. Aztán valahogy elindultam a jobb minőségű kávék irányába, bár nem mondanám magam, meg akkor meg különösen nem mondtam volna magam ilyen kávégurúnak, vagy ilyesmi. Csak úgy voltam vele, hogy hát akkor legyen a kávé. Egyrészt már a vendéglátásnak kicsit ez a tisztább oldala. Uh-huh. Az eredményt meg el tudom érni, hogy kint tudok a teraszon, és jönnek és mosolygunk egymásra. És az újság is passzol hozzá. Így. És akkor így lett valahogy maga ez a dolog, hogy kávézó. Pedig mint vendéglátós vagy? Nem, egyáltalán nem, én közgazdász az alapvégzettségem, de még csak nem is azzal foglalkozom. Aha. És amikor az egészet csináltam, akkor ráadásul külföldön is dolgoztam tulajdonképpen, és amikor hazajöttem, akkor megcsináltuk a helyet fizikailag. Akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen életérzés hely. Az. Te vágytál egy életérzés, és megteremtetted. Így van, így van, szó szerint ez. Hogy ez így meglegyen. Hány éve volt ez? Lehet, 2015-ben nyitottunk, április 30-án, úgyhogy bő 3 éve. Bő 3 éve. És hogy érzed? Bejött a sztori? Tehát ez a feeling megvan, hogy nyugodtan ülsz kint a teraszon, jönnek a vendégek, jókat dumálgatsz velük, szeretnek ez a rész az abszolút működik. Pont a majd, akivel fogtok ugye beszélgetni, Levente kollégám vele beszélgettünk róla, hogy oda abszolút sikerült eljutnunk egyébként, hogy mi úgyis neveztük magunkat, így kicsit átbrandingeltük magunkat, hogy friendly coffee. Tehát, uh-huh. hogy ez teljesen bejött az, hogy olyan emberek járnak, akik együtt jönnek 4-en, 5-en, 6-an, 8-an, itt reggel, itt találkoznak, vagy délután 2-kor, vagy este 5-kor, mindenki ismer szinte mindenkit. Tehát ez nagyon jól működik. Az a jó, mert akkor ez egy közösségi hely tulajdonképpen, ahova van miért visszajárni. Így van, így van. Tehát ez a része, ez uh-huh. abszolút bejött. Szuper, akkor szerintem Leventével beszélünk a kávéról, hogy okay. mit kell tudni a szakmai frontról. Hát itt állok Levente mellett, és bemerészkedtem a pultba, és közben megtaláltuk, hogy mi nem most találkoztunk először, csak ez annyira nem volt tudatos, nekem csak egy arc maradt meg, és húvonom, ezt az arcot láttam valahol, és egy 3 évvel ezelőtt járok lesz bajnokságban. Lehet, hogy már volt ez több is, nem tudom. Tudom már pontosan. Pontosan 3 éve most készülünk, akkor szabadon megyünk a... Holnap konkrétan. Holnap megyünk, igen, a következő rökkezőrönség, a kolléganőmmel együtt megyünk. Igen, ez 3 éve volt, nagyon mókás volt, mert 18 éves volt ott a igen, az nagyon megvolt, hogy nagyon fiatal voltál. Akkor a legelső körben megtudta a speaker úr, hogy 18 éves vagyok, onnantól kezdve én csak a fiatal fiú voltam, és mindig így hívott, és még ezt kaptam, az egy jó olyan. Az is megvan, hogy készen őrölted a kávét. Igen, kézőrölmel volt, igen, és nagyon sok, két hónapja dolgoztam kávézóval, tehát két hónapja foglalkoztam kávéval, és így buliból indultunk el. Anyukám férjével mondottam, hogy legyünk ott, tök jó lesz. Olyan szinten izgulós volt a történet, beraktak a legelső körbe. Uh-huh. Azt se tudtam, hogy mit kell csinálni. És mentem oda a bemondó úrhoz, hogy szia, ne haragudj, mikor pakolhatok föl? És így rám nézett, mondta, hogy 10 perce föl kellett volna pakolni. Így indult. Hát mondom, jó, akkor várjatok meg, légy szíves. Fölpakoltam Uber gyorsan, akkor lenyomtam a kávét. Baromi hamar elkészítettem, és aztán közölték velem, amikor már kész volt a kávém, hogy ez tök jó, de csak a 8 perc végén fogják elvinni a kávémat. És akkor onnantól kezdve, hát 6 percen keresztül tenyereltem a csészémmel, hogy ne üljön ki a kávém, mert volt még egy 6 percem hátra. Ez volt az első köröm, akkor a második köröm előtt pedig az Aeropress-emet egy másik versenyző, amíg én pakoltam le az asztalomról, addig elvette. Úgyhogy amíg mentem vissza az Aeropress-emére, kiderült, hogy már nem volt ott az Aeropress-em, és kerestem, hogy hol van, és megláttam, hogy egy versenyzik vele. Szóval kalandos volt, azért csak összeült egy második hely. Igen. Jó indulás volt, és onnan hogy kötöttél ki itt a kávézóban, mert most meg itt vagy a Hét Kávézóban, igen, és te vagy a vezető barista. Egy kedves barátom
kedves barátom hozott át magával. Amikor István nála kávézott még régen a Flatwide-ban, és akkor amikor az vége lett annak a helynek, akkor megkereste Rolandot István, hogy akkor jönne ide dolgozni, uh-huh. És akkor kellett még egy barista. Milyen kávéval dolgoztak itt? Mert látom, hogy van két örlőtök. Két örlőnk van, két kávéval dolgozunk. Előtt sötétebb, vagy lehet, hogy csak kevesebb a fény, de nem sötétebb. Kétféle kávéval dolgozunk, csak 100% arabika kávéink vannak. Az egyik örlőben egy firenzei pörkülnek, a Moka Flornak van egy 100% arabika blendje, egy nagyon kellemes, nagyon balanszos ízvilág. Tehát igazából hozza a klasszikus olaszos ízeket, viszont van benne egy nagyon kellemes savasság is, szóval nagyon jó, nagyon szeretjük ezt a vonalat. Illetve a másik örlőben White Label-nek a kávéi vannak, ugye ők hollandok. Uh-huh. Rájuk egy éve találtam, készültem barista bajnokságra, és keresgéltem kávékat a tavalyi barista bajnokságra, és úgy futottam rájuk. És egy nagyon-nagyon-nagyon kedves customer service kaptam tőlük, ami egyből megfogott, és hát utána a kávék azok meg kimagaslóan jók voltak, amit küldtek folyamatosan, úgyhogy ők meg is ragadtak nálunk. Úgyhogy őket nagyon szeretjük. Nézzünk belőle egy eszpresszót, akkor meg kíváncsi váltatok. Ugye alapjában véve mindent grammolunk, uh-huh. Ugye nagyon sok új hullámos helyen, tehát a kimenő, bemenő grammokat nézzük, illetve a hőmérsékletet mérjük és az időt. Ha jól látom, filtereztek is, azt szintén. Így van. Hát sokféle filterünk van, de általában egyszerre egyféle filtert tartunk. Aha. Vagy maximum kettőt, ugye az Aeropress az fix, és akkor emellett V60, attól függ, hogy az adott kávét így milyen ízvilágon szeretjük igazán. Mi a legnépszerűbb a vendégeitek körében? A Cortado, egyértelműen. Hát azért szerintem majdnem minden kávézóban teljesítalok a legnépszerűbbnek. Ez nálunk is így van. Szerencsére egyre inkább megyünk a rövidebb teljes kávés italokról, tehát a láttékról már egész szépen el tudtunk jutni, tényleg ez a viszonylag rövid kortádóig. Azt nagyon szeretik, illetve ugye a Red Light a másik, amit nagyon-nagyon fogyasztanak itt nyáron. Ez egy üveges üdítő, mi csináljuk. Nagyon, nagyon finom, frissítő, energizáló üdítő. Erről mesélt a kolléganőd, ahogy bejöttünk. Igen. Ugye a bozza és hibiszkusz az alapja, van benne hidegen áztatott kávé még pluszba, illetve citrusok. Jelenleg egy perünk van örlőn, egy nagyon finom, közepes savasság, tejcsök és mogyoró jellemzi, nagyon. Ezt már régóta több hónapja rendeljük ezt a kávét, és vendégek körében is nagyon sláger termék. Ez az egyik kávé, amit nagyon visszakövetelnek. Élvezik az afrikai kalandozásokat, de... Parancsolj! Köszönöm szépen! Hát akkor kóstolunk. 90 fokon készült. Hú, az illata az. 19,5 g-ból készült, és 38 g-ra lett. Az tényleg valóban egy ilyen nagyon kellemes, nem bántó savak vannak benne. Egyáltalán nem. Lekerekedett, lágy. Nagyon gyorsan elmegy, és ilyen nagyon kellemes utóíz marad. Ennyi az, hogy gyümölcsös az utóíze, az elején pedig dominálnak a csoki és a mogyoró. Jelenleg pont egyébként egy ilyen átalakításon esünk át, itt augusztusban nagyon sok minden meg fog változni a kávézóban. Kapni fog egy teljesen új dizájnt a kávézó, jövő hétvégén kerül föl majd a festés a falra. Köszönjük szépen!